Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Mindenki máshogy szeret veszélyesen élni. Van, aki a gumi nélküli bungee jumpingban hisz, és van, aki az altató mellé veszi be a hashajtót. Ám egyik sem annyira veszélyes, mint venni egy első generációs BMW X5-öt 450 ezer jó magyar forintért. A BMW-nél a 90-es évek végére eszméletlenül futott a szekér. 98-ban visszatértek a Forma 1-be, 99-ben behúzták Le Mans-t, már az övék volt a Rover, a Mini, a Range Rover, mi egyéb, tényleg a 75-ös egy ígéretes, kényelmes angol szedennek ígérkezett, azóta tudjuk, hogy a Mini mekkora sikersztori lett, és hát a Range Rover sem tűnt el a süllyesztőben. Viszont még nem volt hobbi telepjárójuk, és Amerika, ami akkor egy nagyon fontos piacnak számított, amúgy ma is, az éppen teljesen kezdett rácsavarodni a hobbi telepjárókra. És hogyha a BMW-nek már úgyis ott volt a Range Rover, ami meglehetősen értett a luxusbatárok gyártásához, úgy döntöttek, hogy kölcsönvesznek egy kis know-how-t, és ők is megcsinálják. Ez lett az első generációs X5. Viszont ekkoriban még nem egészen kristályosodott ki, hogy milyennek is kéne lennie egy hobbi terepjárónak, hiszen ott volt például az ML Merci. A Mercedesnek voltak terepes tapasztalatai, hiszen már akkor is legalább 30 éve nyomták a G-osztályt, úgyhogy az első ML az bizony alvázas lett. Na most ennek igazából csak azok az emberek örülnek, akik 20 év elteltével vontatásra, trélerezésre használják a szakadt emeleket, mert amúgy ettől eltekintve egy amerikaiak által amerikaiaknak Amerikában összetákolt műanyag budi volt, hát nem nagyon ragyogott rajta fényesen a csillag, úgyhogy a BMW ezt a hibát már nem követte el, ők egy minőségi és főleg önhordókasznis autót építettek az E39-es 5-ös BMW alapjaira. Frank Stephenson egy korszakos zseni, de tényleg, nézzétek meg a Fiat 500-as például, hát a mai napig abból él a Fiat. Aztán ott volt az első új Mini, hát az is egy design ikon. Ferrari F430, az egyik legszebb és legharmonikusabb modern Ferrari, és akkor besikerült ez. Na most, bentségére legyen mondva úriembernek, mindössze 2 óra alatt rajzolta föl a terveket. Beszélt arról, hogy mekkora kihívás volt az, hogy a szabvány bakancs kasznira valahogy felheftője a szabvány BMW márka elemeket, mert mondjuk ki, azért sikerült neki, akármennyire is Bumfordinak is elkopottnak hat ez az autó, és a BMW design részlege mindössze 6 hetet töltött azzal, hogy megcsinálja az első agyagmodellt. Ennek azért el kéne bírni egy embert, de nem nagyon bízom benne, úgyhogy inkább a vonóhorok fölé ülök, hogyha leszakad, akkor legalább az elkapjon. Na de, ahogy arról szó volt, tényleg nagyon sok dizájnelemet átvettek, meg nagyon sok műszaki megoldást átvettek a Range Rover-től, így például ezt a ketté nyíló hátsó csomagtér ajtót, ami így lehetőséget ad mindenféle grillezésekre. Hogyha az autó gyullad ki, akkor csak az ellenkező irányba kell fordulni, ha grillezni akarsz. Szalonnasütés. De nem is ez a lényeg. Szerintem alapvetően ez egy nem jó dizájn. Most már így megszokta a szem, de semmi esetre sem harmonikus. Egy kicsit úgy néz ki, mintha valaki fogott volna egy ilyen C-kategóriás képszerkesztő programot, és egy 5-ös BMW kombit így összetolt volna, aztán pedig megnyújtotta volna fölfelé a képet. Igazából tényleg 5-ös BMW-nek a seggébe dugnak egy ceruzát, majd felpumpálják egy nagy nyomású kompresszorral. Az az X5. Tehát amennyire harmonikus és penge az E39, annyira esetlen a vele kortárs E53-os BMW X5. Na de, nem is ez a lényeg. Tényleg igyekeztek néhány dolgot átvenni a Range Rover-től, így például a lejtmenet vezérlőt. Azt gondolták, hogy ezekkel az autókkal még terepezni fognak. Aztán ott volt az offroadra hangolt motorvezérlő elektronika és menet stabilizáló vezérlés. Ezek mind olyan dolgok, amik a korszak terepjáróiban már megtalálhatók voltak, és igyekeztek ebbe az autóba is beletenni. Viszont a BMW nem vitte túlzásba a terepjáróságot. Egyrészt már akkor is volt egy kialakult képük arról, hogy valószínűleg ezzel az autóval nem nagyon fogják elhagyni a szilárd útburkolatot, amerikai anyukák fogják vele óviba hordani a gyerekeket, mert ez volt az előfeltétele annak, hogy az apuka vehessen egy 3-as kabriót, vagy egy V4-et. És a másik okuk meg, hogy ott volt házon belül a Range Rover. Egész egyszerűen nem volt szükségük arra, hogy komoly terepjárót csináljanak, mert aki komolyan vette a terepezést, az vehetett a Land Rover kínálatából alvázast, vagy a Range Rover kínálatából valami jól felszerelt luxusdömpert.
Magyarországon az X5-öt valószínűleg ezzel a motorral ismerik a legtöbben, ez egy 3000-es dízel, viszont promóciós jelleggel a BMW készített egy V12-est is, amiben a Le Mans-i versenyautó V12-es szívóját rakták be, ezzel még egy Nürburgringi körrekord is összejött. De hagyjuk ezeket a bohóságokat, a lényeg úgyis ez a 184 lóerős 30D motor. Az M57 Anisics Ferenc egyik utolsó munkája, ő ugye a dízelfejlesztésben alkotott korszakosat, többek közt neki köszönhetjük a világ első V8-as közvetlen befecskendezéses turbodízel motorját. Én mentem ilyennel, csodálatosan krémes, egy 7-es BMW-ben próbáltam, tényleg csúcs. Ez itt most egy vasblokk, alumínium hengerfejjel, 24 szeleppel, egy elég jó motor, tartós, nyilván ennek is megvannak a nyűgei, sokan például lefalazzák az EG-ért, akkor elkezdi feltermelni a trutyit, érdemes tisztítani. A vezérlése viszont például elég jó, tehát hogy jól van megoldva a kenés, jól vannak kiszámolva a lengések, és hiába egy soros a lánc, nem gyilkolja meg. A komorja rendszere is állítólag kifejezetten túlméretes strapabíró, hogyha megkapja a törődést, láttak már itthon 1 milliót futott autót is, gyári CR rendszerrel és gyári turbóval, ami hát azért nem kis dolog. Szóval, hogy ez még azért egy nagyon jól megtervezett, nagyon jó minőségű blokk. Nyilván ebben is az örvénycsapantyúk jelen vannak, ez sokan egész egyszerűen, amikor kikopik az állító mechanizmus, akkor egyszerűen csak kihajítják belőle, de beszéltem egy szakemberrel, és azt mondta, hogy az okkal van benne. Hát nem véletlen építik be. Állítólag, hogyha mindenképpen E53-ost akar venni az ember, akkor ez a Joker motor, nyilván egy jó karban tartott, ismert erővédetű példányra kell rámenni, mert rengeteg van abban, hogy milyen a tulajdonosa. Utána jön a 30i, ugye a sorhat, és utána következnek pedig a V8-osok. Igazából nem nagyon van olyan motorja, amit kerülni kell, egyedül talán az N62-es V8, amit a Ránc felvarrásnál kapott, meg a V8-as benzines sportváltozat. Hogyha az ember egy kicsit gyengének érzi a motort, akkor állítólag itt a vákumrendszernél kell keresni először a problémát, és állítólag itt is hajlamos a gumiágyazású főtengely szítercsal megmakkanásra, de kevésbé, mint a későbbi modellekben. Összességében egy tartós jó konstrukció, csak kapja meg a törődést, amit hát ennyi kilométer és ilyen vételár után azért nem biztos, hogy megelőlegeznék neki. Ha érdekel, hogy mi lesz az X5 sorsa, akkor mindenképpen iratkozz fel a nagy csatornára, az Amon Olivérre, itt van lent a linkje, mert ott az elmúlt hetekben és most is tulajdonképpen csak X5-ös tartalmak jelentek meg. Például kapott egy egészen elképesztő polírt, amitől szemre hát legalább 1,5 millió forinttal többet ér, mint mikor ide került, de ezen kívül még nagyon komoly változások történtek, sőt volt egy igazi jó kis tereptúra is. Úgyhogy irány a nagy csatorna, és fogyasszatok X5 tartalmakat! Az autót 4 fajta váltóval szerelték, az automatából ugye volt egy GM és egy CETEF, a kéziváltó közül pedig 5 és 6 sebességes utóbbi, amit a népnyelv titánszinkronosként ismer, de ez népnyelvi megnevezés, nem titánszinkronos, ez egy jól terhelhető, a nagy teljesítményű autókhoz kitalált váltó. Most erről vannak hitviták, állítólag a CETEF váltó valamivel jobb, de a GM-mel sincs probléma, hogyha megkapja az olajcserét, csak hát ugye a BMW nem írja elő az olajcserét, lifetime olajat emlegetnek, ami ugye azt jelenti, hogy emberek sosem kell cserélni. Most az a baj, hogy a lifetime egy autógyártónál az a 3 ÷ 5 évet jelent, ameddig az első tulajdonos ül az autóban és márka szervizbe hordja. Ekkora időtartam alatt, ekkora futás teljesítmény alatt valójában tényleg nincs szükség feltétlen olajcserére. De hogyha hozzájutunk egy keveset futott jó állapotú példányhoz, és nincs információnk a váltóolajcseréről, akkor érdemes elmenni kicserélni. A váltó mögött van egy osztómű, ez egy hagyományos, a hátsó kerékre súlyozott összkerékhajtás, vagyis mielőtt elindul hátra a kardánt, van egy láncos kihajtás, amivel hajlamosak előre hajtani. Kétféle osztómű létezik az autóhoz, a ráncfelvarrás előtt egy sima viszkókuplungos megoldás van. Elpörög hátul a kerék, akkor elindul előre a nyomaték itt minden középről, és van egy elektromos változat a ráncfelvarrás után, ott már szenzorok jelei alapján a számítógép eldönti, hogy kell előre nyomaték, és egy ilyen elektromechanikus rendszerrel rázárja a kuplungokat. A láncnyúlás lehet probléma, az már igazából a viszkósnál is, szintén, hogyha elmarad az olajcsere, megkopik a lánc, elkezd csörögni, bele tud esztergálni a házba, mint például egy Cayenne-nél, ugye, kortárs Cayenne-eknél. De a második szériában, ahol ezt már ugye elektronika szabályozta, ott olyat is láttak, hogy vannak ugye műanyag fogaskerekek és elemek a zárómechanikában, ami előre küldi a hajtást, és ez egész egyszerűen eltörik, aztán akkor nyitva marad, ami meg elég kellemetlen tud lenni. Viszont láttak már lamella megégést is,
érdemes odafigyelni, ugye van felújító kit az állítómechanikához, és érdemes olajat cserélni az osztóműben is. Érdekes végignézni ennek az autónak a belterén. Például itt már tényleg elindult a saját ökoszisztémája. A BMW ennyire előremutató volt technikájában, hogy ők a bio autó fejlesztésében már a 90-es évek végén, legvégén benne voltak. Nézd meg, van egy kis moha, fűszálak serkennek. Ez a BMW elindult vissza a természetbe. Az ember ősi vágyát testesíti meg. Viszont ahogy végignézek ezen a beltéren, itt egy kis penész, mi egyebek. Az a baj, hogy nem tudok nem arra gondolni, hogy ez a beltér, ez része volt néhány könnyű testi sértésnek, szexuális együttlétnek, bízunk benne, hogy mindenki beleegyezett utóbbiba, előbbiben nagyon nem szoktak, úgyhogy én most mindenképpen úgy vezetném ezt az autót, hogy igyekszem a lehető legkevesebb testfelülettel kontaktálni. Viszont, amit mondtam, nézzétek, működik az elektromos kormányállítás, működik az ülésfűtés, és működik a klíma, ami annyira hatékony, hogy még a belülről vizes szélvédő, tehát tényleg ez a szélvédő, ez belül vizes. Szóval, hogy a belülről vizes szélvédőt is lefűti. De tényleg beleülsz, és azon gondolkodsz, hogyha bevilágítanád UV lámpával, hogy látszódjanak a vér és ondónyomok, akkor valószínűleg olyan lenne, mint egy Warhol festmény. Még egy ilyen leütött X5-ben is érthetővé válik, hogy miért akart az ember a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején X5-ös BMW-t. Mert még mindig tök jó magasan ülök, ott van Oliver pár éves E-osztálya, amire még mindig lefelé nézek. Furcsa is elmenni amúgy a kelyen mellett, az is egy ilyen korabeli gurung, és azzal nagyjából egy magasságban vagyunk. A fordulás kicsit érdekes, mert Dani már beépítette a kétpálcás pert, ez nem azért kétpálcás, mert kétpálcáért osztogatják a bucsúba, hanem mert lehegeztette szépen, ahogyan lehegeztette a középső osztóművet is, ezzel kiküszöbölve a problémákat. Érdekes vezetni az autót, feszes a futómű, ugye ez itt még nem adaptív, nem légrugós, ez alá egész egyszerűen feszes futóművet kellett építeni azért, hogy ne boruljon föl. Nyilván erre még rátesz az is, hogy brutális, erefalú, kemény mintázatú terepgumi van jelenleg az autón, de így is megvan még benne az a kis masztokon érzés, amiért ezeket az autókat annó megvásárolták. Fönt ülsz egy ilyen lövegtoronyba, és egész egyszerűen minden mindegy. Na most mindjárt megpróbálok egy kigyorsítást ezzel a 30D motorral, kíváncsi vagyok, hogy mennyire indul el. Nem veszélyesen gyors, ezt azt hiszem nem mondhatjuk, ellenben nyilván ezt nem a mai kor színvonalán kell értelmezni, hanem inkább a 2000-es évek színvonalán, azért amikor a lámpánál mellé állt el egy F-osztrán, azt azért el lehetett vele kenni, de nyilván aki istenesen oda akar csapni egy ilyennel, az megvette a V8-ast, ugye? Abban már bőven 300 plusz volt a teljesítmény. Később nyilván ennek a dízelnek is növeltek az erején. Ez itt egy utólagos tuningbox. Hogyha ilyet látunk, akkor szépen köszönjük meg a lehetőséget, és távolodjunk el az autótól minél hamarabb, minél messzebbre, ne vegyük meg. És amit még szintén látunk, hogy ez egy tekersrugós futómű, ami szintén biztató, mert hogy volt belőle légrugós is, és állítólag ugyan egészen jól bírják a légrugók, de azért szintén így 20 évesen már nagyon komoly hibaforrás tud lenni. Ez ugye a szokásos forgatókönyv, az egyik buci elkezd ereszteni, ezért a kompresszor folyamatosan dolgozik, szép lassan megdőlik a kompresszor, aztán egyik reggel meg van majd nem térdel fel az elefánt, amikor föl szeretnénk ülni a hátára. Vannak utángyártott darabok, lehet venni bontottat, ki tudja milyen, de az nagyon fontos, hogy nem feltétlen fog az autó vízszintesen állni, amikor beépítjük, szoftveres kalibrációra van szükség, tehát nem csak annyiból áll a művelet, hogy kicseréljük és bedugjuk, hanem el kell vinni egy olyan helyre, ahol ehhez megfelelő számítógép van. Bennem, mint MX-5 tulajban, nagyon mély nyomot hagyott a rozsdás autó, azért mindig, amikor egy ilyet látok, akkor az első kérdésem az, hogy na de vajon rohad-e? És ami igazán meglepő, hogyha nem volt törve,
hát nem balesetes autót nézegetünk, akkor viszonylag kis eséllyel rozsdásodik. Az általam megkérdezett szakértő azt mondta, hogy bár nincs erről információja, de azt tippeli, hogy mivel ezeket ugye Amerikában a Spartanburgi gyáregységben gyártották, akárcsak a Z3-okat, meg a korai Z4-eket, simán elképzelhetőnek tartja, hogy ott egészen egyszerűen más szabványok élnek a karosszériáknak a kezelésére, és ezért fordulhat elő, hogy egy X5 az tulajdonképpen nagyon kevés kivételtől eltekintve magától, külső segítség nélkül nem kezd el rozsdásodni. És hogy körbenézzük ezt az enyhén lelakott példányt, hát igazából rozsda ezen sem látszik, bár azért kifejezetten érdekelne, hogy mi van azok között a műanyag küszöbök alatt, és ahogy Olivért ismerem, ez hamarosan ki fog derülni, mert nem sokáig lesznek a helyükön. Ez állítólag egy kifejezetten tartós belterű autó, tehát hogyha azt látjuk, hogy már ki van szakadva a bőrülés, meg hogy saját ökoszisztémát növeszt a padlószőnyeg, meg hogy szét van szakadva, meg el van kopva, akkor azért gyanakodhatunk, hogy nem annyi kilométer van benne, mint amennyit a kilométer óra mutat. 276.324 kilométert ír a műszer, lehet, hogy mondjuk már másodszor, vagy harmadszor, vagy ki tudja, lehet, hogy valaki egy kicsit előrébb hozta az óraállítást, ha már november van. Az ablakemelővel szokott probléma lenni, ez egy bobdenes ablakemelő, mert így csendesebb, viszont ugye ez a bobden a tokozása el tud kopni, ki tud száradni, nincs benne kedőanyag, és akkor egyszer csak elkezd nagyon nehezen vánszorogni fel meg le az ablak, ami ciki. Így, ahogy ezekkel a túlméretes, nehéz kerekekkel veretünk ezen a nem túl jó minőségű telephelyen, igazából még mindig nem érzem azt, hogy kopogna vagy zörögne, ez egészen egyben van. Ezeknél az autóknál szokott az lenni, hogy így érzed rajta, hogy valószínűleg 2 vagy 3 tulajjal ezelőtt még akár lehetett is neki gazdája. Tehát, hogy valaki még vett bele normális alkatrészeket, valaki még odafigyelt arra, hogy egyben legyen, aztán oda jutott az utolsó tulajhoz, akinek ez már csak egy kivéhet BMW volt. Nagy kaszni, ami itt táborról még mindig fenyegető, de amúgy olyan, mint Mickey Rourke a Pankrátorban, hogy amikor közel mész hozzá, akkor látod, hogy ez már igazából ártalmatlan. Jaj, kicsit eltempóztam. Azért ezekkel a gumikkal nem annyira baráti a féktel meg a kanyartempó, de hát nem is azért raktuk fel őket. Ha nem hallgattok, nem vesztek X5-ös BMW-t 450 ezer forintért, ha csak nem off-road autót akartak belőle építeni. Gyere, Dani! Elviszlek! Magam! Nem, köszi! Gyere! Jó lesz, ne félj az autótot! Kapcsolt a műlésfűtés! Nem fog fájni! Kapcsolt a műlésfűtés, gyere szállj be! Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán hamarosan folytatjuk.